Örülnek a helyiek az útfelújításnak. Munkahelyteremtés térségünkben. Belvíz helyzet. Közeledik a strand szezon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. április 17-én 18 óra 5 perckor. Két hete kezdődött meg az útfelújítás Karcag belterületén, a Kisújszállási úton. A munkálatok során részleges forgalomkorlátozásra kell számítani az arra közlekedőknek. Kis Sándorné, helyi lakos elmondta, hogy nagyon várta már, nagyon örül neki, mert sokszor közlekedik ezen a vonalon családtagjaihoz. Már nagyon örülünk neki, mert nagyon rossz volt már az út. Nagyon. Ön a közelben lakik? Nem, én a Halom utcán lakom. Testvéremhez szoktam járni a Kerekes István utcára, de már éppen ideje, hogy megcsinálják. Ugyanúgy jó lenne a kerékpárutat is, mert az is ott amarra kijebb a temetőfele borzalom. A testvére szokott ezen az útvonalon, útszakaszon járni? Ő nem jár. Én járok, nagyon sokat kerékpárral, a gyerekeim ugye jönnek hozzám, ők a Fürth Sándor utcának, és ez a tapasztalatunk, hogy már éppen ideje, hogy megcsinálják, és örülünk neki. Ezen szakasz felújítása azért is jó és fontos a városnak, mert több olyan rendezvény fut ezen a vonalon, ami jelentős a település életében. Például a minden évben megrendezésre kerülő birkafőző fesztivál, ahol fontos, hogy az ide látogató nézelődők rendezett utakon jussanak el a rendezvény helyszínére. Örülök neki, hogy végre most már ez is meg lesz. Forgalmas ez az út, nagyon kell. Nagyon kellett a gyerekeknek, meg felnőtteknek, mindenkinek. Mert hát ez itt nagy forgalmat bonyolít le. Itt van mindig májusban vagy júniusban a birkafőző verseny. Arra is nagy forgalom van. Akkor is, meg hát mindenkinek mindenkor kell, mindenkor jó. Ön a közelben lakik egyébként? Hát nem éppen a közelben, de most erre jártam, megálltam egy kicsit bámészkodni. Napi szinten sokszor jár erre? Hát nem, ritkán járok erre. Most megnéztem az építkezést, akkor jöttem erre, látványosságot néztem, nyugdíjas vagyok, biciklizek, aztán erre jöttem megnézni ezt is, hogy áll a felújítás, meg miket csinálnak egy tavasz folyamán. Örülünk neki, de hát reméljük, hogy jó is lesz, és hosszú távon megfelelő lesz, mert nagyon nehéz volt már így a közlekedés. Mondjuk azt nem tudom, hogy időleg mikor lesz kész, vagy meddig tart, mert az megint ugye majd egy kis torlódást fog itt okozni, de hát ezt türelemmel ki kell várni. Miért fontos ez a településünknek, hogy ez az útszakasz itt rendben legyen? Hát főút végül is, hogyha még a mellékutak nem is jók, de legalább akkor a főút legyen jó. Tehát elég rosszak voltak, csak néztem, mondom, mit csinálnak, hát utána láttam, hogy az utat. Tehát végül is örülünk neki, hát kell. A K9 Sport Kft. Ma felavatott új varrodája 120 új munkahelyet hoz létre a Tisza-tó fővárosában, Tiszafüreden. A tehetséges magyar munkaerőnek köszönhetően 1997 óta sikeresen működő, közel 4000 ember foglalkoztató magyarországi központú vállalkozás a Kutyasport, a munkakutya és hobbikutya felszerelések piacán nyújt kiemelkedőt minőségi termékeivel. 20 éve kezdtük ezt a vállalkozást egy 20 négyzetméteres garázsból, és ma 500 alkalmazottunk van. 160 ember dolgozik itt a Tiszavidéki régióban, 4 üzemet indítottunk be az elmúlt években, és ehhez állami segítséget is kaptunk. Az is kérdés, hogy miért választja az igényes átlagfogyasztó a Julius K9 felszereléseket. Erre több válasz is van. Az egyik az az, hogy versenytársainktól eltérően mi Magyarországon ruháztunk be, magyar dolgozókkal dolgozunk, és ez meg is látszik a termékek minőségén. Mondják, hogy az európai termékeknek még a szaga is más. A másik, hogy kivételes jogokat biztosítanak számunkra szabadalmaink, dizájnmintáink és formatervezési egyéb védelmeink, tehát az iparjog területén nagyon aktívak vagyunk, és ez olyan kiváltságokhoz juttat bennünket, ami gyakorlatilag biztosítja számunkra hosszú távon a sikert. A másik, hogy a Julius K9-nek világszinten több mint 200 márkája van, tehát
védjegy bejelentése, és ezek ismert, jó hírnevű védjegyek, és ezzel még azt is elértük, hogy Távol-Keleten, mondjuk Sánkhájban meg elnyertük 2016-17 évre a legnépszerűbb kutyás márka nevet. Csak Jász-Nagykun Szolnok megyében több telephelyen már összesen 160 alkalmazottat foglalkoztatnak. Az új tiszafüredi üzemben a térség gyártói és egyben logisztikai központja kap helyet, és súlyát mutatja, hogy a helyieken kívül Tiszaderzsről, Tiszaszőlősről, Tiszaőrsről, Tiszaszentimréről, Abátszalókról és Karcagról is járnak ide dolgozók. Az, hogy itt Tiszafüreden ilyen fejlesztés zajlik, ez mutatja azt, hogy a kormány a fejlesztéseket koordináló megyei önkormányzat, a városi önkormányzat, a kamara, valamennyi szereplő, hatóságok, különböző hivatalok, a város közössége és a befektetők is együtt tudnak dolgozni, együtt tudunk mozogni azért, hogy itt, az itt élő embereknek legyen megélhetésük, tudjanak jövedelemhez jutni, tudjanak elhelyezkedni. És itt különösen fontos az, hogy a városi önkormányzat még a választási időszakban is a akkor induló képviselőjelöltek és polgármester úr, mint polgármester jelölt is tett egy olyan fogadalmat, hogy igenis a település érdekében mindent megtesznek, ide munkahelyeket fogunk hozni, és a megyei önkormányzat Kovács Sándor elnök úr és személy szerint én is mindent megtettünk, hogy a megfelelő területfejlesztési források, ipar és kereskedelemfejlesztési források rendelkezésre álljanak. Ennek is köszönhető az, hogy itt megújul ez a régi tiszafüredi iparterülete, folyamatosan benépesül, és most az egykori gyógyszercsomagoló is egy új funkcióval ad munkahelyet az itt élőknek. És bízom benne, hogy olyan ütemű lesz a fejlődés, hogy a környékben is a település vonzás körzeti szerepét erősíti. Külön öröm, hogy a Varrodában több tartós munkanélküli munkavállaló is felvételt nyert, és a megfelelő betanítást követően újra visszatérhet a munkavilágába. Sok helyi család jutott biztos megélhetéssel ezzel a munkahely teremtő beruházással. Jó az, hogyha fejlődik ez az ország, jó az, hogyha munkahelyek vannak, jó azok, hogyha biztos munkahelyek vannak, és én azt látom, hogy ez a cég biztos munkahelyet fog biztosítani, és abban is biztos vagyok, hogy bővülni fog ez a munkahely, hiszen fejlődni fog a cég, fejlődni és erősödni fog Magyarország. A cég még várja a munkavállalók jelentkezését minőség ellenőri, szabó, varró és betanított munkapozíciókra. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság valamennyi belvízvédelmi szakaszán készültség van érvényben. A karcagi és a kisújszállási szakaszon továbbra is másodfokú készültségben folyik a szivattyúzás. Jász-Nagykun Szolnok megye területén 15 ezer hektár belvízzel borított terület van, még ez egy picivel növekedni fog, azzal együtt, hogy a belvíz csatorna rendszer, a vízgazdálkodás alapját képező belvíz csatorna rendszer jó műszaki állapotban van, a vízügyi igazgatóság és a társ szervezetek felkészültek a belvízvédekezésre, több mint 50 fekvő dízel szivattyú, illetve vízlagymotor szivattyú működik, ezen kívül 15 mobil szivattyú szivatja a vizet, és 2 millió köbméter vizet szívatunk le naponta a Jász-Nagykun Szolnok megye, illetve a kötivízi területén. Az azt jelenti, hogy a belvíz vonatkozásába hivatása magaslatánál a gazda, a vízügyi igazgatóság, mindenki, tehát tudjuk azt, hogy mivel jár egy ilyen probléma, és ennek a problémának a megoldása nem lesz további utánpótlás, egy szűk 2 hét alatt megoldódik. Karcagi határban mi a helyzet? A karcagi határban is súlyos a helyzet, talán a megyében a legsúlyosabb kisújszállás Kunhegyes, Kunmadaras, Karcag külterületén, és itt sajnos itt is 2400 hektár belvízzel borított terület van, ami nekünk sajnos a területünknek a felszíni vízborítottságát adja. Ezek a felszíni vízborítottságok a rendszer kapcsán, mint ahogy említettem, egy 10-14 nap alatt eltűnnek. Az adatok szerint az igazgatóság működési területén az elöntés nagysága 11 ezer hektárra mérséklődött. Ebből 3 ezer hektár vetés és 2 ezer hektár szántó. A vízborítás Jász-Nagykun Szolnok megyében 9 ezer hektárra csökkent. A tegnapi nap folyamán 44 szivattyú telep és 14 mobil szivattyú üzemelt. A védekezésben az elmúlt 24 órában 143 fő vett részt, közülük 93 gépész. Amennyiben a
éghajlati tényezők, a napos szeles idő, illetve további csapadék nem jön, akkor a tavaszi vetéseket a jobb vízgazdálkodási talajokon már egy hét múlva el lehet kezdeni. Itt gondolok a cukorrépára, más tavaszi növényekre, például lucernára, esetleg még aki zabot akar vetni, szójára, borsóra, ezeket még el tudja vetni. A későbbi évben pedig bízunk abban, hogy a főnövények, a napraforgó, a kukorica, a hibrid, az már megfelelő időszakban tud talajállapotba, talajba kerülni. A szakemberek folyamatosan végzik az érintett területek bejárását, a szivattyúzás, a műtárgyak ellenőrzését, az esetleges hibák kijavítását, a vízkormányzást és a vízfolyási akadályok felhalmozódott uszadékok eltávolítását. Az igazgatósághoz beérkezett információk szerint az önkormányzatok közül harmadfokú belvízvédelmi készültséget tart fent fegyvernek, másodfokban Kunszentmáton, első fokban Újszász védekezik. Televíziónk a karcagi Akácsliget fürdőben járt, ahol az igazgató számolt be nekünk arról, hogy hogyan készülnek az idei strandszezonra. A vezető elmondta, hogy a tereprendezés és a medencék felújítása a fő feladatuk, valamint május végére a gyermekmedence árnyékoló felületének elhelyezése a nyári meleg előtt a gyerekek biztonsága érdekében. Most csúszunk egy kicsit a felkészítéssel, a téli időjárás azért elég jól kihúzta magát. Hát egyenlőre a tereprendezés medencéknek a felkészítése megy, ami a nyári üzemelésűek lesznek. Itt gondolok itt a háttérmunkára, a gépészeti részének a felújítása, meg egyéb jellegű festések lesznek még. Ami esetleg újdonság lesz majd az, hogy május vége felé az, hogy a gyermek medencére teszünk egy árnyékoló felületet, hogy nyáron is a nagy napsütésben és a gyerekek jobban tudják élvezni a gyerek medencébe a fürdést. Rendezvényei között szerepel a motoros találkozó, az Akácsliget nap is, viszont a szezont az immáron 5. alkalommal megrendezésre kerülő országos nyugdíjas művészeti találkozóval indítják május 12-én. A szezon kezdési programunk, ami május 12-én lesz, ez az 5. országos nyugdíjas művészeti találkozóval indítjuk tulajdonképpen a nyári rendezvényeket. Nyáron lesz majd júliusban a Akácsliget nap, amely többféle programot fogunk majd biztosítani, zene, kisgyermekesek, nagycsaládosok, mindenkinek megtalálja majd a számítását, illetve ősz fele, amikor az meg nyár záró rendezvény, ami nagyobb rendezvény, a motoros találkozó, de menet közben lesznek filmvetítés és egyéb jellegű dolgok, amelyeket majd természetesen a hirdetésekből majd látni fognak a kedves vendégek. A vezető azt is elmondta, hogy a jó együttműködés a környező települések strandjaival és egyre több lakókocsis vendég érkezik hozzájuk. Együttműködésünk megvan, tehát gondolom a többi versenytársunk is, mert ők versenytársak tulajdonképpen. A rendezvényeket azért gondolom mindenki figyeli a másikét, hogy azért ne legyen nagy ütközések, hát hogy ne vonjuk el egymásnak a vendégseregét. Mivel a fürdőnk egybe van a kereskedelmi szálláshelyel, nagyon sok lakó kocsis vendégünk van, de ez teljesen vegyes társaság tulajdonképpen, mert külföldiektől kezdve a magyar lakókocsisok jönnek, ez baráti találkozókra, meg egyéb jellegű rendezvényekre. Rakovszky Lajos fürdőző ott létünkkör elmondta, hogy ő azért szereti a helyi strandot, mert nagyon jó a víz a reumatikus bántalmaira, és gyakran fut össze régi ismerősökkel, barátokkal, akikkel a medencében töltött idő alatt jól elbeszélgethetnek kikapcsolódás gyanánt. Nagyon jó ennek a vize, egészségre, akkor mindenféle reumatikus panaszokra jó, meg jó, egyszerűen jó. Régi ismerősök vannak, akik járnak szinte naponta, idősebbek, úgyhogy itt szoktunk találkozni, és itt beszélgetünk mindenféle témákról, ami adódik. Hát amióta megújult, tehát építészetileg mindenre, sokat változott abban. Most be van állva egy szintre, és azt tart. És egyre ismertebb is lesz, mert sok lakókocsi is megjelenik, lehet látni őket hétvégeken. Nekem is ismerősök szoktak jönni, nálunk megszállnak, és akkor barátok, családtagok, és akkor jönnek ide velünk együtt fürdőbe. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták.
Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!